Üdvözlöm kedves nézőinket! Önök a Líceum Televízió Tükör című kulturális magazin műsorát látják. Témáinkról röviden. Médiafesztivál tartottak intézményünkben. Megtartották az első cigány népismereti konferenciát. Gyémán diplomát osztottak intézményünkben. Magyarország, mint a Nemzetközi Taneszköz Tanács tagja, 3 éve jogosult arra, hogy ezt a fesztivált megrendezhesse. A tanács magyar képviselője, dr. Tompa Klára elmondása szerint azért esett főiskolánkra választásuk, mert mind szellemi, mind technikai adottságai lehetővé teszik egy sikeres rendezvény lebonyolítását. Az idei versenyre 12 ország nevezett be, közel 100 produkcióval, 4 kategóriában. A megmérettetés érdekessége volt, hogy idén már nem csak videóprogramokkal lehetett jelentkezni, hanem CD-romokat és internetes honlapokat is elbíráltak. A rendezvény a magyar munkák előzsűrizésével kezdődött, majd másnap nemzetközi bírálattal folytatódott. A nemzetközi zsűriben 3 külföldi tag is érkezett. Manuela Novais Santos Portugáliából, Péter Zuppa Németországból, valamint Per Terje Noizund Norvégiából. A fesztivál programja médianeveléssel foglalkozó szakemberek tanácskozásával zárult. Ezen a megbeszélésen a 3 ország képviselője elmondta, hogy a médianevelés sajnos még nem önálló tantárgy, probléma a pedagógiai felhasználásában van. De törekednek arra, hogy ezt az új témát önálló tárgyként illesszék be az oktatásba. Az előadáson főiskolánkat képviselte Kistóth Lajos, rektor helyettes úr, Herzog Csilla, gyakorlatvezető tanárnő, a Webrádió főszerkesztője, Antal Péter, a Multimédia Kutatólabor vezetője, valamint Barna Béla tanár úr, a Líceumi Paletta szerkesztője. Intézményünk munkatársai bemutatták a főiskola médiumait, s megfogalmazták, mind a televízió, a rádió, az újság, a multimédia célja, hogy hallgatóink diplomájuk mellé olyan tapasztalatot szerezzenek, melyek segítik őket elhelyezkedésükben. A rendezvény zárása után külföldi vendégeinket kérdeztük tapasztalataikról. Ez a nemzetközi konferencia mindig nagyon érdekes, hiszen nemzetközi valóságot láthatjuk, mégpedig különböző országokban. Megtapasztalhatjuk azt is, hogy ezek a különböző országok hogyan szervezik meg saját versenyeiket. Betekintést láthatunk abba, hogy a médiaoktatás milyen módszerekkel történik az egyes országokban. Nekem nagyon jó benyomásom van a minőségről. Nagyon érdekes számomra az, ahogy a fiatalok a különböző technikákat használják. Feltűnt az is, hogy a különböző lehetőségeket milyen kreatívan alkalmazzák a tanulók. Azt gondolom, hogy az EGRI esemény nagyon érdekes és hasznos volt, jó lenne minden évben visszajönni ide. Úgy érzem, nagyon hasznos volt itt lenni. Látni azt, ahogy a különböző országok diákjai eltérő módszerekkel dolgoznak. Számomra értékes jelző, hogy mi történik a világban. Úgy gondolom azzal, hogy most itt lehettünk, rengeteg tapasztalatot szereztünk, hisz lehetőségünk volt arra, hogy összehasonlítsuk más kultúrák, más országok produkcióival saját alkotásainkat. Így a következő versenyekre még jobban felkészülhetünk. S végül dr. Tompa Klára nyilatkozott az elmúlt 18 év sikeréről. Megjelent produkciók műfaja, a megjelent produkciók technikai megoldása nagyon utolsót változott, gazdagodott az elmúlt ebben a 18 évben, ezeket a nemzetközi sűrűzéseket tartják. Az animációtól, a szokásos, hagyományos, egyszerű rajz és grafikus animációtól, és úgynevezett feature filmektől, story filmektől kezdve most már láthatunk a digitális technika által kínált animációs lehetőségeket és ilyen megoldásokat, és kisebb-nagyobb korosztályokban egyaránt. Valamint arról, hogy Magyarország hol helyezkedik el a nemzetközi mezőnyben. Azt gondolom, hogy a tematika, hogy a produkció tematikája nem a produkció, hanem a érzésvilága.
filmok kör iránt érzékenység tükröződik a magyar művekből, mint a többi művekből. Iskoláinknak a felszereltsége, technikai felszereltsége az talán egy icipicit alatta van a nemzetközi színvonalnak, de ennek a zsűrinek az első szempontja az, hogy ezt el kell felejteni, hogy a technikai adottságokból eredhet hátrány így egy országra nézve, és ezt nagyon könnyű kiküszöbölni, mert tényleg a tartalom mondani való. És az adott technikának az optimális kihasználása az, amit tudnak utalkozni, és amit szempontként figyelembe lesz. A műhely kurzuson előadások hangoztak el a roma kultúráról, a romák tanításának és nevelésének módszeréről. A közös konzultáció számos problémát vetett fel a romák oktatásával kapcsolatban. Különböző nézetek fogalmazódtak meg a népismerett tantárgy létjogosultságáról és a roma ügy támogatottságáról. Világos, hogy vannak a társadalomban bizonyos elementáris játékszabályok, tehát például az, hogy ki és milyen alapon kaphat jogosítványt, ez minden emberre nézvést egyforma elbírálás vagy törvény alá esik. Ez 8 általános iskola kell. Van egy másik foglalkozás, amihez gimnázium érettség kell, és így tovább. És e tekintetben azt gondolom, hogy nincsen kivétel, minden embernek meg kell tanulni írni és olvasni, le kell tenni a 8 általános, le kell tenni az érettségét, és így tovább. Vagyis az iskola ebben az értelemben nem az etnikai különválásnak és az etnikai megkülönböztetésnek kellene legyen a terepe, vagyis azt kell kitalálni, hogy hogyan lehet az iskolarendszert a romák többsége számára is konformá, vagy elfogadhatóvá tenni. Én ennek az iskolának évek óta a közoktatási szakértője vagyok, és itt kerültem igaziból közel a cigányiskoláknak a problémáihoz. Én, ha azt kérdezi, mi a posztom, én azt vallom, hogy én egy tanár vagyok. Egy tanár, aki módszertani kutatással foglalkozik már 17 éve, és alulról kezdeményezve létrehoztam 12 iskola együttműködésével a borsodi műhelyt Kazincbarcikán, és én ennek a kazincbarcikai módszertani munkacsoportjának a vezetője vagyok. A közben párhuzamosan engem fölkértek a Pilisi-Brosseni módszertani központból, hogy ennek a mintájára először vegyek velük részt egy cigány módszertani kutatásba. Én velük dolgoztam egy FAR programon belül 2 évig, tehát így bővült a cigány népismerettel, illetve a cigány oktatással kapcsolatos ismeretem, és miután egyre több szakértést kaptam különböző iskoláktól, illetve segítségkérést, hogy a honismeret mellé a cigány népismeret munkáját is segítsem, így adódott nekem az az ötlet és gondolat, hogy elkészítettem a 5. osztályos cigány népismereti tankönyvet. Na most úgy gondoltam, hogy miután nincs kidolgozva, tehát annyira és egy fehér folt az oktatás területén a cigány módszertani kutatás. Én tudom azt, hogy nem lehet azt mondani, hogy cigány módszertani kutatással külön foglalkozni, de mégiscsak kell. Tehát olyan értelemben kell az iskolákat segíteni, mert iszonyúan egyedül vannak hagyva. Miután én nekem különböző a minisztériumon belül is kapcsolataim vannak és megbízásaim különböző módszertani témában, tehát itt főleg a szakértések területén, és olyan sokszor vitatkoztam és beszélgettem velük, ami a téma az volt, hogy a magyar pedagógus nem úgy dolgozik, és nem dolgozik hatékonyan a cigány gyerekekért. És én viszont érveltem, hogy ez nem igaz. A magyar pedagógus mindent megtesz a gyerekért, de nem kap hozzá semmilyen támogatást. Minden gyerekben van valamilyen adottság valamire, és a tanárnak még pont az a feladata, hogy ezt a tehetséget fedezze fel, és ezt kell erősíteni minden gyerekben. Ki miben tehetséges? És elmondtam néhány tankönyv szerzőnek, meg szerkesztőnek az én alapproblémámat, hogy a néprajz, mint a népismereti tárgy alapja, az valójában nem az etnikus kultúrának a közege, vagy a valódi kutatási terepe,
hanem egy osztálykultúrának. Az a történelem tragédiája vagy fintora, és ebben is nem véletlenül marasztalják el jóval a haladóbb tudományok a néprajzot, mondjuk a német fasizmus kibontakozásának idején, hogy a néprajz valójában a nemzeti kultúrák kiépülésének, kibontakozásának idejében megváltoztatja, átváltoztatódik az eredeti jelentése. Az eredeti jelentése egy osztálykultúra. Az alávetett, elnyomott osztályok jobbára az írásbeliséggel nem rendelkező csoportok mindennapi tudásának, gyakorlatának, tudományaként indul a néprajz. Vagyis azt regisztrálja, hogy egy a hatalomtól a rendi társadalom legalján lévő, egy rend alatti alakulatnak milyen kulturális teljesítményei vannak, hogyan vészeli át a hétköznapokat, hogyan szervezi meg az életét. És ebben hatodlagos kérdés, vagy 18-odlagos kérdés, hogy magyar, hogy román, hogy szlovák. Jön a nemzeti kultúra, amelyik úgy tesz, mintha valódi jelentés, mintha a szlovák és a magyar és a román parasztok között valódi különbségek lennének, és a kultúrának etnikus jellege van. Vagyis etnicizálnak egy kultúrát. Ugyanez történik ma a cigány kultúrával. Minek következtében azt akarom mondani, hogy nem cigány népismeretet kell tanítani, ha kell egyáltalán népismeretet tanítani, hanem azt kell mondani, hogy van a népismeret. És a népismeretben mellesleg vannak cigányok, magyarok, németek, szlovákok, én nem tudom milyenek, akik nehogy Isten időnként megkülönböztetik egymást, és külön csoportokat alkotnak. Integrálódunk természetesen, mert ez egy normális folyamat. Én úgy gondolom, hogy azért fontos, mert a cigánságnak érezni kell, hogy ő ugyanolyan értékes ember, ő ugyanolyan alkotó egyén, és a világhoz lehet szólni, a világ minden emberéhez lehet szólni, és az ne szabjon gátat, ne sérüljön, hogy ő cigány. Ez nagyon fontos dolog, hogy a roma értelmiségiekkel találkozzanak, és megismerjék azokat a roma értékeket, akik most már mondjuk történelem, vagy történelem lesz. De ebbe az időbe, a jelenbe azok az emberek, akik képviselik azt a roma társadalmat, amire építkezik, egy kormány, egy oktatási program, egy kulturális programok, hagyományok, minden, ebben benne van a múlt, a jelen és a jövő. Én úgy gondolom, hogy ezek elengedhetetlen dolgok, hogy ezek a gyerekek az értékeket lássák és érezzék, és hogy mennyire fontos a cigány identitásnak a életbe tartása. Nézőpont kérdése, hogy mit emelek ki? Azt mondom, hogy görög-katolikus népismeret, ezt is mondhatnám, pontosan annyira perverz, mint a roma népismeret. Tehát ha azt mondom, hogy népismeret, akkor valószínűleg ebben egy más rend alapján rakok bele társadalmi csoportokat, vagy különböző élethelyzetben lévő embereket és csoportokat. Én azt gondolom, hogy ebben nincsen senkinek saját kultúrája, tehát mindenkinek van saját kultúrája. Tehát mindannyian... Szóval, hogy a mi mindennapi életünket ebben az értelemben nem visszük be az iskolarendszerbe, mert senki nem foglalkozik valójában azzal, hogy hétvégén hova járunk piknikelni, járunk-e síelni, vagy a téli szünetbe, vagy nem járunk síelni. Vagyis, hogy van egy autonóm iskolán kívüli életünk, amit tolerál, akceptál, elvisel az iskola, és nem erre koncentrál, nem ezzel foglalkozik. Az a kérdés, hogy ezt a kultúrát mi magunk generáljuk-e? Mi magunk csinálunk egy cigánykult, és azt mondjuk, hogy neked meg kell tanulnod ezt a párválasztási éneket, mert hogy egyszer valaki egy ilyet csinált, gyártott, felgyűjtött, inkább gyártott, mint felgyűjtött, vagyis hogy kell-e az invariánsokból egy népre, egy magát népnek mondó társadalmi alakulatra kötelező érvényűen ráoktrojálni valamit. Amíg önmagunkban nem nézünk bele, és nem önmagunktól nem kérdezzük meg, hogy mit is akarsz, mármint az az egyén, aki cigány politikával, vagy cigány oktatással, vagy bárhol milyen téren bekapcsolódik a cigányi közéletbe, annak igen felelősséggel kell, hogy bírjon, és önmagát meg kell kérdezni, hogy miért és hová kell, hogy tartson a cigány gyerekek
fezzárkóztatása, bármilyen, csak alapműveltségre, most mindegy, hogy milyen, tényleg. Én úgy látom, hogy ma elindult egy folyamat, és ez kisebbségi önkormányzatokra is vonatkozik, nagyon sok civil szervezetre. A lényeg, kifelé adjuk azt, hogy meg van fogalmazva, programok le vannak írva, na de könyörgöm ebből az a, hogy mennyit valósítunk meg. Mert papíron ezt már úgy megtanulta mindenki, hogy jelentünk, írunk, fényképezünk, videófilmezünk, ha más műsoron vagy másnak a rendezvényén, akkor is hozzácsatoljuk a mi anyagunkhoz, vagy ahhoz az anyaghoz. Ezek veszélyes dolgok. Én úgy gondolom, hogy sérülni fog, és nagyon-nagyon-nagyon sérülni fog a cigány, úgy, mint cigány nép, mert nem azt mondom, hogy minden városba, de nagyon sok városba igen felelőtlen cigány embereket választanak meg, kisebbségi önkormányzati képviselőknek, és a nagy önkormányzati képviselőknek is. Tudjuk nagyon jól, hogy az önkormányzati munka, meg a kisebbségi önkormányzati munka is tulajdonképpen csak üzletről szól, üzleti dolgokról szól. Ez kimondatlanul is, de el kell legalább önmagunknak ismerni, üzlet. És amíg üzletet lát cigány képviselő úr is, és nem az, hogy mondjuk a gyereknek, ennek a roma gyereknek az, hogy szeptemberben, ha megy iskolába, meg legyen minden füzete, vagy éppen egy normális ruhába, vagy egy normális táskát tudjunk szerezni, akkor ott baj van. Hát én részt vettem egy országos oktatási minisztérium általi ellenőrzésben, ahol ez volt ősszel egy kutatási feladat nekik, fel akarták mérni, hogy hol tart az iskola. Fölmérték, de én nem látom az eredményét. Hát most már évvége van. És én ezért csodálkozom is, állok most, hogy nagy naiv van itt a műhelykurzusnak a végén, hogy Istenem, felkérnek egy munkára, részt veszek benne. Tudják azt, hogy erre szükség van, mert valahol ősszel én azt hittem, hogy ők tudják. Én azt hittem, hogy örülnek annak, hogy van egy munkacsoport. Hát 20 iskolát megmozgat, nekik pedagógus, az tudja, mit jelent. Én úgy gondolom, hogy olyan előadókkal álltunk ki, olyan hiteles emberekkel, akik tudják hitelesen közvetíteni azt, amit kell. És erre mindenki itt van, akinek alkotnia kell, csak azok nincsenek itt, akiknek kötelességük lenne. Azt érzékelem, és a mai nap már meggyőzött arról, hogy igen, magam urat, ha gazdád nincs. Tehát itt helyben összefogva együtt az iskolákkal lehet dolgozni. Kívülről segítséget, hogy kapunk-e? Hát megkérdőjelezem. Akár az iskolák, még azt is megkérdőjelezem. Én nem adom fel. Én úgy gondolom, hogy elég erős a hitem, és a kitartásom, és az érdeklődési területem. Van mögöttem egy oktatási bázis, akikkel együtt végigcsinálom azt, amit a honismeretlen annak idején. Itt Borsodban én tudom és hiszem azt, hogy ennek lesz kisugárzása országosan. Aztán majd meglátjuk. Annyi népi kultúra van, most durván mondom, ahány lokális közösség van. Hogyha azt mondjuk, hogy a lokális közösségeknek van egy sajátos kulturális nyelvezete, van egy sajátos világlátása, gondolkoznak a világról valahogy, boldogulnak vagy nem boldogulnak, akkor ezt lehet értelmezni. De ezt nem úgy kell értelmezni, vagy nem úgy lehet értelmezni elsősorban, hogy én kiválasztom a hodászi görög katolikus szokásrendszerből valamit, miközben a hodásziak többsége már rég pünkösdi, vagy evangéliumi pünkösdi hívő, és nem görög katolikus. És mert csak nem tanítom meg azt, hogy azért lettek a hodászi görög katolikusokból pünkösdisták, mert hogy kirakták őket először a templomból a görög katolikus falu társaik. Azért kell görög katolikus templomot. Miért kell építeni egy külön népcsoportnak külön templomot? Az Isten egyenlősége alatt nem fér el mindenki ugyanabban a templomban? És azt gondolom, hogy ez egy metaforája lehet az egész problémának. A szervezők minden nehézség és külső anyagi támogatás hiánya ellenére folytatják munkájukat. Meggyőződésük, hogy a támogatás nélkül is, de helyi szinten a többi iskolával összefogva eredményesek lehetnek a romák tanításában.
A 10. tanítóképzős prepanapi ünnepségen az öreg diákok koszorúkat helyeztek el a Líceum épületében található első és második világháborús tanítóképzős hősi halottainak emléktábláinál. A Ferencrendiek templomában Valuh István kanonok plébános a Szentmisén Pirker László érsekre emlékeztetett, aki 175 éve alapította meg az első magyar nyelvű tanítóképzőt, és aki fontosnak tartotta, hogy a magyar gyermekek magyar nyelven tanulhassanak. Koncsos Ferenc, az Eszterházy Károly főiskola főtitkára kiemelte, hogy az ünnepség kettős értelemben is jubileum, mivel 10. éve alakult meg a baráti kör, 175 éve pedig az első magyar nyelvű tanítóképzőt alapították meg. Dr. Dobos József, a baráti kör elnöke kiemelte, hogy az intézmény 175 éve egy olyan időszakban született, amelyben az önálló tanítóképző reménye szinte reménytelen volt. És mint mondta, a tanítóképzőnek évtizedeken keresztül úttörő szerepe volt. Hatalmas erkölcsi és szellemi tőkét kaptak itt a diákok. A Líceum dísztermében megtartott ünnepségen Sík Sándor Örökösök című versével Bíró István, az Egri Deák Ferenc Római Katolikus Általános Iskola tanulója köszöntötte az öreg diákokat. Az ünnepségen a 60 éve végzett öreg diákok gyémánt diplomákat vehettek át Hauser Zoltántól, az Eszterházy Károly főiskola rektorától. Vagy velem, mint egy új remény, az éjszakát felváltja a fény. Csak egy perce élsz, s nézlek boldogan, úgy vártam rád, édes kisfiam. A régi vágy újra szemre kér. Talán sikerül, hogy a könnyeket nevetésé, a gyűlöletet szeretetté, és az ellenségeket barátokká változtassuk. Ezt érzem én, ahogy nézek rád, más lesz a föld, más lesz a világ. Sírnak csesekkel, ez majd gondtalan, s kisfiam. Na 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 na, na na na.
Mikor van gyereknap? Május utolsó vasárnapján. Hova szoktatok menni gyereknapkor? Nőrkertbe. És hogyha te csinálnál egy gyereknapi műsort a tévében, az milyen lenne? Mit csinálnál? Hát szerveznék műsorokat, meg árusokat szereznék be valamilyen, meg ilyesmiket. Mit szeretsz a legjobban a gyereknapban? Hogy benne van a nevében a gyerek. Melyik a legkellemesebb gyereknapi élményed? Hát szerintem az, amikor végül is én nem voltam még ilyen különös gyereknapon, de engem anyu nekem mindig szokott ajándékozni valamit, és hát ilyen friss állatokat, meg ilyeneket, de most már hát ilyen füzeteket, mind ilyen happy boxos füzeteket, meg ilyeneket. Ha te készíteni a gyereknapi műsort a tévébe, te most mit kérdeznél tőlem? Hát, hogy mit szeretnél kapni gyereknapra? Szoktatok gyereknapra ajándékot kapni? És mit? Hát el szoktunk ruhákat, játékot, meg el szoktunk menni Pestre. És te mit szoktál kapni? Hát én is játékokat, meg ruhát. Mi az, amit nagyon szeretsz? Miért szeretsz gyereknek lenni? Hát mert nem kell takarítanom otthon. És ha lenne felnőtt nap, ti hogy készülnétek arra? Mit terveznétek a felnőtteknek? Anyukának csinálni ajándékokat, meg főzni neki, hogy ilyen ajándékot. Hát én rajzolok, meg rajzolni is szoktam neki. Gyereknapkor szoktál szüleiddel menni valahova? Igen. És hova? Pizzát enni. És a szüleitek hoznak valami különlegeset? Hát nekünk szoktak rakott krumplit, meg ilyen tortát. Szerinted mi a legszebb a gyerekkorban? Az, hogy nem kell dolgozni. A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni? Akarsz-e mindig játszani? Akarsz-e együtt a sötétbe menni? Gyerek szívvel fontosnak látszani? Nagy komolyan az asztalfőre ülni? Borból, vízből mértékkel tölteni? Gyöngyöt dobálni, semminek örülni? Sóhajtva rossz ruhákat ölteni? Akarsz-e játszani mindent, mi élet? Havas telet és hosszú-hosszú őszt? Lehet-e némán téját inni véled? Rubin téját és sárga páragőzt. Akarsz-e teljes tiszta szívvel élni? Hallgatni hosszan? Néha-néha félni, hogy a körúton járkál a november, ez utcaseprő, szegény betegember, ki fütyörész az ablakunk alatt. Akarsz játszani kígyót, madarat? Hosszú utazást, vonatot, hajót? Karácsonyt, álmot, mindenféle jót? Akarsz játszani boldog szeretőt, színlelni sírást, cifra temetőt? Akarsz-e élni? Élni mindörökkön, játékban élni, mely valóra vált? Virágok közt feküdni lenn a földön? S mondd, akarsz-e játszani halál?
Fák, csillagok, állatok és kövek. Szeressétek a gyermekeimet. Ha messze voltak tőlem, az alatt eddig is rátok bíztam sorsukat. Én hozzám mindig csak jók voltatok. Szeressétek őket, ha meghalok. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. Te, homokos, köves, aszfaltos út, vezesd okosan a lányt, a fiút. Csókold meg helyettem szél az arcukat, fű, kő, légy párna a fejük alatt. Kínáld őket gyümölcsel, almafa, tanítsd őket, csillagos éjszaka. Tanítsd, melenges te is, drága nap, csempész zsebükbe, titkos aranyad. S ti mind, élő és halott anyagok, tanítsátok őket, felhők, sasok, vadvillámok, jóhangyák, kis csigák. Vigyázz rájuk, de hatalmas világ. Az ember gonosz, benne nem bízom, de tűz, víz, ég s föld igaz rokonom. Igaz rokon hozzátok fordulok, tűz, víz, ég s föld leszek, ha meghalok. Tűz, víz, ég és föld s minden istenek. Szeressétek, akiket szeretek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a következő héten is tartsanak velünk. A viszontlátásra!